szomorú véget ért Lengyelországban egy műrepülő bajnokság, amikor is az egyik egyébként nagyon gyakorlott, tapasztalt pilóta, műrepülő pilóta becsapódott a repülőgépével a Wisztula a folyóba. Nádas Tamás műrepülő pilóta a vendégem. Jó reggelt kívánok! Köszönöm, csapom, jó reggelt kívánok! Én ellenkező dolgokat nyilván nem fogjuk mi innen kitalálni, hogy mit történhetett, de önnek azért nagyobb esélye van, hiszen látta a felvételeket, és látta azt, hogy mi volt látható a baleset előtt. Én azt olvastam egyszer, hogy túl közel ment a vízhez, ami nyilván okozhat szintén ilyen balesetet, de azt is olvastam, hogy a szemtanúk szerint már füstölve vesztette el a sebességet, kopott el a sebessége is, és zuhant a folyóba. Ön mit látott? Hát először is nagyon megdöbbentő volt az egész, többször végignéztük a videót, engem személyesen is érint, mert Marek Szufát nagyon jól ismertem. 2009-ben találkoztunk Lengyelországban, ahol ezt az Európa-bajnokságot nyertem én is az aranyérmet. Egy nagyon gyakorlott, nagyon átgondolt pilóta volt. Na most magában a füstölés, amit látunk, az a sónak egy része, ilyenkor az történik, hogy fehér olajat fecskendezünk be a kipufogóba, és ennek a tökéletlen égése miatt keletkezik a füst. Ami látható, hogy a feladatot tökéletesen kivitelezte, tehát felvette a gépet egy 45 fokos emelkedésben, elfordította oldalra egy ilyen negatív dobottal, ez az a kép, amikor egy ilyen negatív dobottal elküldi a gépet. Ilyenkor az történik, hogy egy olyan helyzetbe kényszerítjük be a repülőgépet, amikor már nem képes repülni, és egy ilyen önpörgésbe megy át. Látszik, hogy gyönyörűen megállítja, tehát abszolút kontrollált, majd elindul lefelé, sebességet gyűjt, és itt van az a pont, amin... Mint a távolságot nézte volna el. Hát lehetne így is mondani, hogy a távolságot elnézte. Víz fölött nagyon csalós egyébként, tehát víz fölött nagyon csalós, de mint látszik... Tehát itt ez nem, bocsánat, tehát ön a szakember, csak most tehát naív szemmel is látszik, hogy nem veszítette el menet közben uralmát a gép fölött, tehát ez a gép nem baltaként esett bele a vízbe, tehát ő próbált sebességet gyűjteni vissza, tehát az emelkedéshez, de a víz volt közel. Igen, első ránézésre, hogyha egyszer megnézzük a videót, akkor azt lehetne mondani, hogy hát, uram, bocsá, elszúrtam, mindenkivel előfordul. Ne felejtsük el, hogy egy nagyon gyakorlott, nagyon tapasztalt pilótáról beszélünk, műrepült vitorlával, műrepült motoros kisgéppel, nagygépes pilóta volt, tehát egészen a munkájától indítva őnek egy nagyon átgondolt ember volt. Na most, amit én látok, vagy én láttam, és tényleg nagyon sokszor megnéztem, mert megdöbbentő, szó szerint megdöbbentő. Én nem ismerek olyan embert az elmúlt 20-30 évben, akik, tehát egy gyakorlott, tapasztalt, edzésben lévő műrepülőpilótával ilyen történt volna. De hogy is, nem, hát hányszor volt már, hogy nem vízbe, de hát földhöz szintén a távolságot rosszul bemérve neki ütődött, neki csapódott a gép. Hát történtek már ilyen balesetek. Igen, igen, ebben teljesen igaza van, csak nem kisgépes műrepülő pilótával, hanem főleg katonai pilótákkal, akiknek nagyon megvan szabva, hogy mikor, hol, mit csinálhatnak meg. De a kisgépnél is másodpercek tört része alatt kell dönteni. Így igaz, így igaz. Tehát első ránézésre azt lehetne mondani, hogy elmérte a távolságon, ami lehet, hogy így is történt. De bejöhettek olyan nem várt tényezők is, amik befolyásolhatták ezt a magasságnak a nem is azt mondom a rosszul megítélését, hanem azon a magasságon általában ez mindig kijön. És mondjuk lehet, hogy egy 5-10 fokkal magasabb volt a hőmérséklet, ami befolyásolja a kormányoknak a hatásosságát. Vagy adott esetben mondjuk nem volt a gép megfelelően felkészítve, nem volt elég lemosva. Nagyon egyszerű dolgok ezek, de ilyen esetben az áramlások, tehát sokkal később... Hát a felhajtó erő biztos egészen más, mint a víz fölött is. Sokkal később fognak a kormányok azáltal, hogyha turbulens áramlások keletkeznek. Ez velem is többször előfordult, amikor egyszer megdöbben az ember, hogy húzná, tudja, hogy ilyenkor már jönni kéne, és nem jön. És akkor nincs mit tenni, egyszerűen engedni kell, sebességet kell gyűjteni addig, amíg majd fog az a kormány. Itt a képen is látszik, hogy az utolsó pillanatban ősz valószínűleg abszolút tudatában lehetett ennek, hogy közel került a víznek, mert látszik, hogy az utolsó pillanatban még egy erőteljeset megpróbál ráhúzni, tehát fölvenni, de sajnos ez már kevés volt. Hát kár, hogy nem az eredményekről és a sikerekről beszéltünk a lengyelországi bajnokság kapcsán. Köszönöm szépen, hogy itt. Nagyon szépen köszönöm.